Sztrájkra készülnek a közszolgálati dolgozók, már az időpont is megvan, 12 pontos követelést fogalmaztak meg. Több mint 230 fogorvos hiányzik országszerte, van olyan település, amely 14 éve vár fogorvosra, eddig hiába. Ismét felfüggesztette az állami támogatások kifizetését az ÁSZA Párbeszéd és a Momentum esetében. És 1,5 milliárd forinttal támogatta az állam decemberben a Szeged Csanádi Egyházmegye wellness beruházását. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Török Réka. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Országos sztrájkra készülnek a közszolgálati dolgozók márciusban, ezt nem sokkal ezelőtt jelentette be a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. A rabszolga törvényként ismert jogszabály ellen is tiltakoznak, de az érdekvédők 12 pontos követelést is összeállítottak. A sajtótájékoztató helyszínén van kolléganőnk, Balogh Judit. Szervusz, mikor lesz a sztrájk? Szervusz Réka, és jó napot kívánok a nézőknek! Néhány perccel ezelőtt ért véget a szakszervezeteknek a sajtótájékoztatója, és igen, most már el tudjuk mondani a pontos időpontját a sztrájknak, ha lesz, mert ez még nem biztos, de hogyha lesz, akkor az időpontja március 14-e. Tegnap a szakszervezetek levelet írtak Orbán Viktor miniszterelnöknek, amelyben felkérték arra, hogy jelölje ki a tárgyaló bizottságnak a tagjait. Abban az esetben, hogyha ezen időszak alatt, tehát március 14-ig a követeléseiket nem teljesítik, abban az esetben lesz sztrájk. Rákérdeztünk arra egyébként, hogy az mennyire tudatos, hogy pont március 15-e ugye a nemzeti ünnep előtti napon sztrájkolnának, és azt mondták a szakszervezetek vezetői, hogy igazából ez nem volt egy tudatos döntés, nem azért, mert úgy gondolják, hogy mondjuk ez különösen erősítheti a sztrájknak a hatását. Azt mondták, hogy egész egyszerűen a sztrájk törvényben meghatározott forgatókönyv, tehát amely meghatározza, hogy milyen időpontokon belül mit tehetnek, ez egész egyszerűen ezt a március 14-i időpontot adta ki. Egyébként annyit lehet tudni egyelőre, hogy nagyjából 200 ezer dolgozót érintene ez a sztrájk, tehát elvben annyi ember dönthet, úgyhogy nem veszi fel a munkát. Természetesen azt előre nem lehet tudni, mert hogy nem is kérdezhetik meg a szakszervezetek, hogy valójában mennyi munkavállaló dönt majd úgy, hogy nem dolgozik aznap. Milyen követeléseket fogalmaztak meg a szakszervezetek képviselői? Mint ahogy említetted te is, már 12 pontos követelésük van, és itt ezek a követelések, ezeket meg is jelenítették egy ilyen kiadványon. Hát talán mind a 12 követelést nem olvasom fel, de egyet-kettőt közülük mindenképpen. Az első és legfontosabb pont, amelyről a leghangsúlyosabban beszéltek ma is a sajtótájékoztatón, az az azonnali béremelés. Elmondták, hogy a közszolgák közül van olyan terület, ahol 12 éve nem volt még béremelés. Követelik egyébként emellett az elvet 5 nap szabadság visszaadását, kevesebb túlórán, de azokat viszont fizessék ki, legyen újra az ebédszünet a munkaidőnek a része, rugalmas munkaidő visszaállítása, tehát látható, hogy itt a munkaidő keret és a munkabér a legfontosabb témák természetesen. Itt ezen a kiadványon így nem szerepel a rabszolgatörvény, ahogy az ellenzék elnevezte a törvényt, tehát az itt deklaráltan nem szerepel, hogy a rabszolgatörvényt vonják vissza, de természetesen a sajtótájékoztatón elmondták, hogy ez továbbra is cél. Balogh Judit, köszönjük szépen! Egyre nő a sztrájk hajlandóság az országban, ezt Kordás László mondta az Egyenes beszédben. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint egyre több ágazati sztrájkbizottság alakul. Az országos sztrájkbizottsággal már a kormánynak is tárgyalnia kell. Az elnök szerint a nyomatékosítás miatt fontos, hogy szerveződnek a demonstrációk. Kordás hozzátette, hogy sokáig nem lehetett szervezni demonstrációkat, mert az emberek féltek a következményektől. Ez azonban mára megváltozott, és egyre többen vesznek részt a tiltakozásokon is. Az elnök úgy látja, hogy már kézzelfogható hatása is van a tiltakozásoknak. Egy autógyártó cégnél elindultak a bértárgyalások. A sztrájkbizottság hallatán az autógyártó cég megduplázta az ajánlatát a bérek tekintetében. Én azt gondolom, hogy ez is már ennek az eredménye, hogy az emberek egyszerűen elkezdték érezni azt a lehetőséget, hogy ha ők összeállnak, közösen próbálják az érdekeiket érvényesíteni, akkor van arra mód, hogy magasabb bérek legyenek és jobb munkakörülmények.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság nem indít eljárást Nagy Blanka ügyében. Péter Falvi Attila szerint nem tartozik a hatóságra, hogy a kormánypárthoz köthető orgánumok kiadták a kormányellenes tüntetésen felszólaló gimnazista tanulmányi eredményeit. Bár a hatóság vezetője úgy véli, sérültek a lány személyiségi jogai. Péter Falvi Attila magánvéleménye szerint az egész úgy, ahogy van, elfogadhatatlan. Másfél-két millió forintos havi fizetést tartana reálisnak az orvosok számára az emberi erőforrások minisztere. Ezzel szemben ma egy nyugdíj előtt álló szakorvos is alig keres többet 560 ezer forintnál. Az orvosi kamara elnöke szerint az egészségügyi dolgozók nagymértékű béremelését lehetővé tenni a gazdasági helyzet, így ez csupán politikai döntés kérdése. A jelenlegi nettó fizetésem az 348 ezer forint. Hálapénzt nem fogad el, így 40 év után is ennyiből gazdálkodik havonta Lénárd Rita belgyógyász főorvos. Hogy az átlagosnak mondható fizetésénél a többi egészségügyi dolgozóval együtt jóval magasabbat érdemelne, azt a miniszter is érzékeli. Másfél-két és fél millió forint közötti havi orvosi fizetések mindenféleképpen azt a biztonságot jelentik, amiből egy orvos fent tudja tartani méltó módon saját magát és a családját. Kásler Miklós szerint egy ilyen mértékű béremeléssel a hálapénzt is vissza lehetne szorítani, ebben pedig a belgyógyász főorvos ért egyet a miniszterrel. De Lénárd Rita nem csak az egészségügyet mérgező paraszolvencia miatt tart szükségesnek azonnali és határozott intézkedéseket. A másik pedig az orvosok és szakdolgozók elvándorlása, részint külföldre, részint a magánegészségügybe. Tehát ezt a humán erőforrás krízist kezelni kell. Ahogy azt nemrég Romániában is tették, a szomszédos országban 2018-ban az orvosi átlagfizetés 130-150%-kal volt magasabb a magyarnál, az ápolók pedig a hazai bérek 150-200%-át kapják a román kórházakban. Ma a szakképzettséggel nem rendelkező dolgozók a minimálbért keresik az egészségügyben, egy szakképzett, nem pályakezdő ápoló pedig a pótlékokkal együtt átlagosan 350-400 ezer forintot vihet haza havonta. De ugye soha nincs otthon, de emellett meg kell jegyezni, hogy van 3-4 munkahelye, ahova eljár, és akkor beszélhetünk arról, hogy hú, de jól keresnek. Az orvosi kamara elnöke szerint a megfelelő mértékű béremelés csupán politikai döntés függvénye. Magyarország mai helyzete és gazdasága ezt megengedi. Emlékeztetném a nézőket arra, hogy csak a 2018-as GDP növekménye több mint 3000 milliárd forint, ennek az egyharmadából ez a kérdés rendezhető. A politikai döntésre és a magas fizetésekre azonban valószínűleg még várni kell. A miniszterelnök legalábbis decemberben arról beszélt, a kormány egy 4 évre felosztott béremelési programban gondolkodik, amelyet igyekeznek tartani. De ez nincs garantálva abban az értelemben, hogy nem tudjuk, hogy a következő, rákövetkező és a 4. évben hogyan teljesít majd a magyar gazdaság. A kormány a 2018-as alapbérekhez viszonyítva idén 8, jövőre 14, 2021-ben 20, 2022-ben pedig 30%-os emelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak. Országszerte több mint 230 fogorvosi praxisban nem találnak szakorvost, számolt be róla a 24.hu. A portál összesítése szerint 185 vegyes, 26 gyermek és 20 felnőtt fogorvos hiányzik. Vidéken Bács-Kiskun megyében a legrosszabb a helyzet, ott összesen 25 praxis áll üresen, még Nógrádban 21. Vannak olyan települések, ahová 2004-2005 óta nem találnak orvost. Budapesten 41 szakorvos hiányzik, több mint fele a 8. kerületből. Tavaly évvégére a házi orvos hiány is rekordot döntött. 334 praxis volt tartósan, vagyis legalább fél évnél tovább betöltetlen. Országgyűlési képviselő lehet Hollik Istvánból, a Fidesz ugyanis a KDNP politikusát jelöli a Hirt Ferenc halála miatt megüresedett képviselői helyre. A választási bizottság eredetileg Csizi Péternek adta volna a mandátumot, mivel a listán ő volt a következő, ő azonban jelezte, hogy nem veszi át a mandátumot. Hollik áprilisig országgyűlési képviselő volt, azonban kikapott Csárdi Antaltól. A választások után a Fidesz-KDNP frakció szóvivője volt, majd novemberben kormány szóvivő lett. Ismét felfüggesztette az ÁSZA Párbeszéd és a Momentum állami támogatását egy nappal azután, hogy engedélyezték azok kifizetését. Az állami számvevőszék mostani indoklása szerint az újabb felfüggesztésre azért volt szükség, mert úgy ítélték meg, hogy a kampánypénzek elköltése egyik párt esetében sem volt átlátható és elszámolható. A Párbeszéd pedig közölte, az ÁSZ többet költött kampányra, mint amennyit a törvény megenged.
A számvevők szerint a két párt a pénzek felfüggesztése mellett ügyészségi eljárásra is számíthat. Tordai Bence szerint háromnegyed éve, ahogy fogalmazott, játszik velük az állami számvevőszék. A Párbeszéd országgyűlési képviselője a Startban azt mondta, eljuttattak minden dokumentumot az ÁSZ-nak a kampányköltésekről. Az 5 millió forintot pedig, amit kampányra költöttek, azt nem az állami, hanem saját forrásukból fizették. A képviselő súlyos dolognak tartja a helyzetet, hogy egy állami szervezet úgy működhet, hogy három nap alatt három különböző döntést hoz arról, hogy egy ellenzéki párt támogatását azt hajlandóak-e átutalni vagy sem. És lehetetlenül nem tudunk majd béreket fizetni, nem tudunk mondjuk Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányára pénzt költeni, úgyhogy egyszerűen nincs más választásunk, mint ilyenkor az emberekhez fordulni, akik egyébként meg is nyitották a tárcáikat, egy-két nap alatt másfél millió forintot dobtak össze, és ez elég szuper. Nem a Lakiteleki Népfőiskolának, hanem a Szeged Csanádi Püspökségnek épít az állam wellness központot a Lakiteleki Népfőiskola helyett, tudta meg a HVG. A lap szerint a látszat ellenére nem a Népfőiskola lesz a tulajdonosa a wellness központnak, az egyházmegye ugyanis már megvette a Lezsákféle alapítványoktól a területet az épületekkel együtt. Cserébe kifizették a Népfőiskola 170 milliós tartozását. A wellnessre csak december végén 1,5 milliárd forintot biztosított a kormány. Tavaly egyébként csaknem 15, egy évvel korábban pedig majd 12 milliárd forint támogatást adott a kormány. Az egyházmegye többek között egy 8000 fős stadiont is épített Szegeden 9,5 milliárd forintból. Három nagy beruházást is leállított Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, mert túl drágának tartotta az árajánlatot. A fideszes városvezető nemet mondott például egy kórház fejlesztésre és az Alba Volán jégkorongcsapat sportcsarnokának építésére. Több mint 18 milliárd forintért épített volna új kórházi tömböt Mészáros Lőrinc gyerekeinek vállalkozása. Míg a jégcsarnokot Garancsi István cége csaknem 27 milliárd forintból akarta megvalósítani. A polgármester elfogadhatatlannak tartja, hogy ekkora beruházásokra csak egy-két pályázó legyen. Interjút adott híradónknak Gyárfás Tamás, miután a Pesti Srácok és a Magyar Idők megírta, hogy a Farkasréti temetőben egy síremlékben több száz órányi hangfelvételt találtak. Rajtuk Portik Tamás és Gyárfás között zajló beszélgetésekkel. A Fenyő János meggyilkolásával meggyanúsított Gyárfás azt mondja, soha nem adott megbízást a gyilkosságra, és a hangfelvételek pont ezt fogják igazolni. Mindeközben a főügyész már az évelején arról beszélt, hogy vádemelés történhet az ügyben, és ezt erősítette meg egy az ügyet jól ismerő forrásunk is. A 90-es évek legbrutálisabb kivégzése volt, amikor Fenyő Jánost saját autójában 19 lövéssel meggyilkolták Budán, amikor megállt egy piros lámpánál. Arra 19 évet kellett várni, hogy a bérgyilkost, József Rohácsot életfogytiglanra ítéljék. Az azonban máig nem derült ki, hogy ki adott megbízást a gyilkosságra. A két média vezér, Gyárfás Tamás és Fenyő János híresen rossz viszonyban állt egymással. Az akkori nyomozás vezetője már a kezdetekkor javaslatot tett Gyárfás őrizetbe vételére. Az ügyész azt mondta nekem, hogy ne tegyük ezt, mert amíg nincs meg a konkrét elkövető, aki meghúzta a ravaszt, addig csak a felbújtó ellen nem születhet megalapozott ítélet. Tehát ez az ügy így nem teljes. 20 évig nem is történt semmi. Majd tavaly áprilisban bizonyos hangfelvételek alapján azzal gyanúsították meg Gyárfást, hogy ő adott megbízást Fenyő meggyilkolására. Semmi közöm a egészhez. Gyárfás mindent tagadott. Azt azonban, hogy valami történt az ügyben, már a fővárosi főügyésznek egy másfél héttel ezelőtti interjúja is sejteti. Ibolya Tibor azt mondta, soha ennyi bizonyíték nem állt rendelkezésre. Gyárfás Tamás meggyanúsítása óta is van újabb pozitív fejlemény a nyomozásban, és szerinte az ügy el fog jutni a vádemelésig. Azt nem tudjuk, hogy a főügyész konkrétan milyen bizonyítékokra utalt. Minden esetre sajtóhírek szerint itt a Farkasréti temetőben egy síremlékben találtak egy kis teherautónyi hangfelvételt, amelyen többek között Portik Tamás és Gyárfás Tamás beszélgetései hallhatóak. Egy az ügyet jól ismerő forrásunk, aki most nem kívánt nyilatkozni, azt mondta, hogy ő úgy tudja, akár nagyon rövid időn belül megvádolhatják Gyárfás Tamást.
Gyárfás Tamást egész nap próbáltuk elérni, majd egyszer csak váratlanul, éppen akkor, amikor a temetőben forgattunk, felvette a telefont. Ő nem tud róla, hogy vádat készülnének emelni ellene. Egy az ügyet jól ismerő forrásunk, akit most nem kívánok megegyezni, ő nem hivatalosan kamerán kívül azt mondta, hogy úgy tudja, ott tart az ügy, hogy akár nagyon rövid időn belül vádat emelhetnek ön ellen. Ön erről mit tud? Semmi. Továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amelyet korábban is mondott, hogy semmilyen köze nincsen Fenyő János meggyilkolásához, nem ön volt a felbújtója. Igen. Sőt, hát örülök, hogy meglettek ezek a kazetták, mert ezek majd ezt igazolják. Tehát azt gondolja, hogy minél több hangfelvétel kerül elő, az azt segíti minél inkább, hogy önből ne váljon vádlott, tehát önt tisztázni fogják ezek a felvételek? Természetesen én nem bíztam meg soha senkit azzal, hogy Fenyő János ellen bármi nem ilyen szörnyűséget elkövessen. Gyárfás Tamás jelenleg szabadlábon védekezhet, sőt 200 millió forintos óvadékot is kifizetett, ezért szabadon mozoghat, nem sújtja a lakhely elhagyási tilalom sem. Elbukott a kormány elleni bizalmatlansági indítványa a brit parlamentben. A törvényhozók 325 nem és 306 igen ellenében szavaztak bizalmat Theresa Maynek. A miniszterelnök a szavazás után bejelentette, azonnal egyeztetéseket kezdeményez a parlamenti pártok vezetőivel a Brexit tárgyalásokról. Jeremy Corbyn, a munkáspárt vezetője arra kérte a kormányfőt, hogy a többpárti egyeztetések előtt zárja ki a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét. Theresa May ezt nem tette meg. A Nagy-Britanniában élő magyarokat már tájékoztatták a Brexit lehetséges következményeiről, de most még senki sem tudja, hogy mire számíthat. A munkaerő közvetítők szerint továbbra is szükség lesz nyelveket beszélő fiatalokra. A Magyarországon működő brit cégek főként a várható árfolyamingadozás miatt kerülhetnek nehéz helyzetbe. Egyelőre megjósolhatatlan, hogy az Egyesült Királyság végül kilépje az Európai Unióból, ha pedig igen, akkor mikor és milyen feltételek mellett. A Brexitnek nevezett folyamat azonban akár puha lesz, akár kemény, vagyis megállapodás nélküli, sok millió Európai Uniós állampolgárt érint majd. Ha rosszul sül el, akkor pedig itt csak rövid határidővel utazhatnak. Angliában csak átmeneti vízumaik lehetnek, tehát sokkal jobban megszorítják az angliai munkavállalási lehetőségeket. A budapesti brit nagykövet már hónapokkal ezelőtt igyekezett megnyugtatni a kint élő magyarokat. Az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgarok, így a magyar állampolgarok jogai akkor is biztosítva lesznek, ha megállapodás nélkül lépünk ki az EU-ból. A munkaerő közvetítők szerint nyelveket beszélő fiatalokra a briteknek is szüksége van, hiszen ott is rossz a demográfiai helyzet. Nagy-Britanniában különösen a nagy munkaerőpiaci pontokban, mint London, Manchester vagy Leeds, továbbra is szükség lesz a szakképzett munkaerőre, tehát az ottani vállalkozók, cégek mindent meg fognak tenni, hogy oda csábítsák, akár egy Brexit esetén is a szakképzett munkaerőt. Egy megállapodás nélküli Brexit esetén legfeljebb némi adminisztrációs teendőjük lesz a már kint élő és dolgozó magyaroknak. Akik mondjuk március 30-a után jönnek, akarnak majd kijönni, ott több papírmunka lesz, és ott felül fogják vizsgálni, hogy akkor téged most beengedünk, vagy nem engedünk be, vagy milyen szakmád van, tehát hogy akkor azt jobban fogják sajnos nézni. Deák Alexandra már lassan 7 éve kint él Nagy-Britanniában, Skócia északi részén. Ő elég borúsan látja a jövőt. Én attól félünk, hogy esetleg valamilyen hatalmas méretülés következik be a gazdaságban, a pont olyan mélységekbe fog süllyedni, hogy már nem fogja megérni dolgozni az európai állampolgároknak. Az Opten adatai szerint Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta folyamatosan növekedett a közvetlen brit tulajdonú cégek száma. A növekedés a 2 évvel ezelőtti Brexit népszavazás után állt meg. A további tendenciákat pedig egyelőre nehéz megjósolni. Tehát mintegy 3000 céget érint Magyarországon, összesen 70 ezer munkavállalóval, és az export-importáló cégekre lehet igazán nagy hatása, hiszen az árfolyam változás komolyan megnehezíti ezeknek a cégeknek az életét. A brit érdekeltségű cégek összforgalma tavaly meghaladta 8000 milliárd forintot, és több mint 73 milliárd forint adót fizettek be a magyar államkasszába. Budapesten tartóztatták le a Cristiano Ronaldo szexbotrányáról szivárogtató hackert.
Az Index portugál lapértesülésekre alapozva azt írja, a letartóztatás tényét a portugál rendőrség megerősítette. A hackert, Rui Pintót a magyar rendőrökkel közösen fogták el. A 30 éves portugál férfi nem állt ellen. A Football League honlap által nyilvánosságra hozott információk alapján robbant ki a Benfica botrány, illetve ezekből a dokumentumokból derült fény Cristiano Ronaldo óriási visszhangot kiváltó erőszakolási ügyének részleteire. Új drasztikus módszert alkalmaznak a fővárosban a kerékbilincs helyett. A szabálytalanul várakozó autókat elszállítják, így szüntetik meg gyorsan a kialakult közlekedési problémát. Egy év alatt 97%-kal csökkent a fővárosban felszerelt kerékbilincsek száma, viszont csaknem 2700 autót szállítottak el. A személyautók elszállítási költsége Budapesten 20.000 forint, plusz minden egyes nap után 1200 forint tárolási díjat is kell fizetni. 2018-ban az autók elszállításából nagyjából 57 millió forint bevétel származott. Jelenleg enyhe napos időnk van, de úgy tudom estére már eső is lesz. Szervusz Noémi, milyen időre számíthatunk? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, szokatlanul enyhe a délutánunk. A déli délnyugati területeken akár 10 fok felettiek is lehetnek a maximumok, azért északon, észak-keleten ennél sokkal hidegebb időjárásra kell készülnünk, sőt az időjárás hangulata sem lesz olyan kellemes, mint máshol az országban, hiszen arrafelé több felhővel, illetve helyenként tartós köddel is számolnunk kell. Viszont az ország nagy részén az esti órákig általában több-kevesebb napsütésben még lehet részünk, és számottevő csapadék sem érkezik. Az esti órákban azonban északnyugatra megérkezik egy hidegfront, amely az északnyugati tájakon kisebb esőt már okozhat. A déli megyékben lehet erős a déli délnyugati szél. A folytatásban is marad a változékony, mozgalmas időjárás, a hidegfront mögött pedig a hétvégére lehűlés is kezdődik. Ezzel együtt ugyan átmenetileg előbukkanhat majd a nap a hétvégén, ugyanakkor csapadékos időszakokra is készülnünk kell. Eleinte főleg eső, havas eső érkezik, majd egyre inkább a lehűléssel együtt havazásra is készülhetünk, a mostani számítások szerint elsősorban hazánk déli felén valószínű havazás. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után pedig kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz Feri, milyen témákkal készültél? Három téma, ebből egy friss, bejelentették az országos sztrájkot a közszolgálati dolgozók, március 14-ére tervezik. Ez szerintem sokakat érint, 200 ezer munkavállalóról van szó, és bármennyien csatlakozhatnak még ehhez a sztrájkhoz, amennyiben nem jutnak dülőre a kormányzattal. Ez tehát az egyik téma. A másik, hogy Kásler Miklós szerint 1,5-2 milliós havi fizetés is reális lenne az orvosok számára. Sokan kérdezik, hogy de akkor mi lesz a többiekkel. A harmadik pedig a fenyőgyilkosság. Kiderült, mint nyilván tudják a kedves nézők, hogy újabb hangfelvételek kerültek elő, melyeken Gyárfás Tamás beszélget Portik Tamással. Kérdés, hogy miről. Úgyhogy ezekkel várom a kedves nézőket. Feri, köszönjük szépen! És önöknek is köszönöm a figyelmet, legközelebb híradóval 17:30-kor jelentkezünk, de addig is maradjanak itt az ATV-n. Szép napot, viszontlátásra!